Új karakterek, Netlen régió bővítés, Nahida Szirinap, újabb barkonquest, sok új event, bizony ezekre mind lehet számítani a Special Program 5.1-es verziójában. Ezúton pacsi mindenkinek, és ha kíváncsiak vagytok ezekre az újdonságokra, jutalmakra és a főbb hírekre, akkor maradjatok itt, hiszen ez a Genshin hírek következő része, a legújabb Special Program magyar összefoglalója. Mivel a mostani frissítéssel még nem jön Maujka, ezért néhány is még feláldoztam, hogy kiszedjem Raiden fegyverét. Ahogy megláttam a mostani event bannereket, már tudtam, hogy innen nekem nem igazán kell senki. Bár az is igaz, hogy a mostani bannereken azért nem olyan rossz karakterek vannak, de számomra nem annyira különlegesek. Na de lássuk az 5.1 várható bannereit. Először Shironen és Chiori, majd Nahida és Futao. Shironen egy új 5 csillagos geós karakter Netlenből. Különleges képessége, egy tulajdonképpen egy buff, ami csökkenti az elemi ellenállást az ellenfélnél, és emiatt megnő a csapatunk sebzése. Másik a különleges mozgása, ami tulajdonképpen egy görkorizás, mint ahogy a korábbi Netlen karaktereknek volt egyedi mozgásuk. Night Soul Blessing képességével képes felkorizni a sziklafalon, illetve meg is tud állni az oldalán, aminek köszönhetően érdekes képeket lehet majd készíteni. Ne felejtsétek el megírni kommentben, kit szeretnétek kiszedni. Shironen különben a Children of Echo-ban egy híres kovács. Mondjuk nem értem a DJ-skedéshez, hogy kapcsolódik a kovácsolódás, de mindegy. Egyébként ő mindent is tud készíteni, fegyvert, ékszert, járműveket is. Ő készítette Mavic a Gucci szemüvegét, én csak így hívom, Gucci szemüveges csaj, és kacsina járművét. Szabad idejében napozgat, és készített magának egy fülest, amivel másokat nem zavarva tud zenét hallgatni. Na hát ez sok mindenkire ráférne amúgy az utcán. Az 5.1-es verzióban 5 különböző event lesz elérhető, aminek köszönhetően sok prium ütheti a markunkat, illetve a szokásos rengeteg jutalom. A Chromatic Odif Candice and Roses során Nahida szülinapját pótoljuk be, hiszen legutóbb nem volt rá lehetőség, hogy megünnepeljük. Az event során be tudunk gyűjteni egy ingyen Candice-t, szóval aki csípi a ruttáncost, annak most lesz egy ingyen. Ha befejezitek Shironen Tribal questjét, mint előzőleg volt az összes új Netlen karakternek, akkor bizony kaptok primót, illetve fejlesztő cuccokat jutalmul. 500 primó üti újra a markod, ha az 5.1-es verzió alatt megcsinálod a soron következő arkunk questeket. 400 primó sütheti a markotok, ha befejezitek a terület felfedezését és az ide vonatkozó world questeket. Viszont, ha már ezek nagy részét megcsináltad, akkor a jutalmakat automatikusan be tudod gyűjteni. Kerülnek be új 4 csillagos fegyverek és új boss is megjelenik. Kíváncsi leszek, kiknek lesz jók azok a fegyverek, amúgy meg az új boss szerintem nem nagy szám, mert nekem annyira nem tetszik a dizájnja. Figyelj tesa, mert elsősorban ezt most neked mondom. Az Imagine Theaterbe bekerül Zhongli, hallod? És Keqing Echo-ja. Úgyhogy most meg tudod azt is szerezni. Illetve a kártya szerelmeseinek újabb kártyák. Ezeket már nem is nagyon kell szerintem mondani, mert TCG update kb. Minden versionben van. Ezen felül Lee-ben is visszatér és újra lesz lehetőségünk cserélni különböző dolgokat primóra, fejlesztőkre, illetve Netlen fejlesztőket is fog most már tartalmazni, tehát a kis mindenféle dolgokat, amiket elcserélünk, azokért most már Netlen fejlesztőket is kaphatunk. És érkezik egy Spiral Abyss update, ami azt jelenti, hogy aki az előző verzióban befejezte a 11. floort, az automatikusan tudja skippelni a 9-es floort, és így meg tudja szerezni a jutalmakat. Viszont, hogyha az előző verzióban te 3 csillagosra megcsináltad a 12-es floort is, akkor a 9 és a 10-es floort is be tudod zsebelni konkrétan ingyen. Viszont ezeket ne felejtsd el manuálisan beszedni, hiszen nem fogja neked automatikusan odaadni. Az artefaktoknál a szűrés lehetőségét optimalizálták. Ha van elmentett szetted artefaktokra, akkor most már arra emlékezni fog a rendszer, és nem kell újra és újra beállítanod. Ezen felül most már úgy is tudsz artefaktokra keresni, hogy milyen típus, tehát milyen altípust keresel, de nem csak elementálokra tudsz rákeresni. Szóval mondhatni most már egy csomó opció alapján rá tudsz keresni, hogy milyen artefaktot keresel. Illetve az
saját, tehát a mi inventorinkat is optimalizálták, ami azt jelenti, hogy mostantól a kraftolható itemeknél fogja mutatni, hogy hány darab van, illetve hogy kraftolható-e, mennyit tudsz kraftolni, stb. Valamint a kraftolós űrgénél, tehát ahol tudjátok, készítjük a fejlesztőket, ahol föl tudod vinni, hogyha vannak kisebb fejlesztők, akkor föl lehet kraftolni egy nagyobbakra. Mostantól, ott most már úgy is fogod látni a kraftolható cuccokat, tehát most már ezeket úgy is fogod látni, hogy most már a karakter nevére is rá tudsz keresni, és automatikusan ki fogja adni, hogy mennyi kell, és látod, hogy neked mennyit van az inventoridba, nem kell számolgatni, hanem az alapján be tudod, most már azt hiszem egy kattintással meg lehet csinálni, hogy lekraftold a szükséges mennyiséget, hogyha van nálad annyi. Így most már nem kell számolgatnod meg ilyenek, hanem állítólag sokkal egyszerűbb lesz és sokkal gyorsabb. De ha kiválasztod egyébként felül a karakternevet, akkor meg ott még ki is írja, hogy pontosan mi az a néhány dolog, ami az ő fejlődéséhez kell. Tehát nem fogod az összeset látni, hanem csak ami az adott karakternek kell. És a legvégére egy nagyon nagyszerű, szerintem összeállítást láthatunk a Genshin konkrétan 4 éves történetével, a fontosabb információkkal. Szerintem nagyon szuper lett, nekem nagyon tetszett, kis hangulatos volt a zene is, meg minden, de írjátok meg kommentbe, hogy ti mit gondoltok róla. Igazából ezek voltak a főbb infók, a főbb fejlemények, hogyha bármi kérdésetek van, akkor, mint szoktam mondani, írjátok kommentet, és ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Köszönöm, hogy megnéztétek, vigyázzatok magatokra, sziasztok, pacsi!